fényjátékot, szinkronúszó paródiát, zenés, táncos és még nagyon sok színes produkciót láthatott a közönség a BFMK színpadán tegnap este a Gregus esten. Az előadáson az intézmény tehetséges tanulói mutatkoztak be diáktársaiknak, tanáraiknak és a szülőknek. Más vásárhelyi középiskolához hasonlóan a Gregus Máté tagintézmény is évről évre megrendezi hagyományos diákestjét. A tanulók itt meg tudják mutatni, hogy másban is tehetségesek, mint amivel az iskolában foglalkoznak. Fotózni, rajzolni, kifejezni önmagukat diákoknak nagyon fontos. Lehet, hogy szakközépiskolás diákoknak még fontosabb, mint a gimnazistáknak, akiknek ez általában könnyebben megy. Nekik pedig meg kell találni azt a szituációt, azt a fórumot, azt a lehetőséget, amiben az érzelmeiket meg tudják fogalmazni. A Gregus est kihagyhatatlan eleme a humor és a diák színjátszás. Több 5 perces előadást is megtekinthetett a közönség, köztük az Adóbevallás nevezetű darabot, amelyben Nagy Krisztina alakította Tombor Bözsit. Van egy hivatalnok, és a nénike nem igazán tud írni, olvasni, és a hivatalnok arra akarja rávenni, hogy írja alá a nevét, de egyszerűen nem tudja, mit kell írni, és a végén derül ki, hogy nem is tud írni. Az este fényét tovább emelte a diákok és tanárok közös zenés produkciója is, de általánosságban elmondható, hogy minden fellépés nagy sikernek örvendett.